Jelentősen megnövekedett az elmúlt napokban a temetőkertek forgalma. Sokan már napokkal ezelőtt kilátogattak, ki elhunyt rokonaihoz, ki pedig a halottak napja előtt rendet tenni a sírok környékén. A közelgő ünnep további látogatottság emelkedést jelent majd, mondja Farkas Attila, a fenntartó Bonikom igazgatója. A korábbi éveknek megfelelően valóban a Mindenszentek időszakát megelőző forgalom növekedést tapasztaljuk mi is. Az elhunyt szeretteiket meglátogatók már ideje korán kínosítgatják, szépítgetik a sírhelyeket, az oda nem illő növényzeteket kivágják, rendbe teszik, és ez megnövekedett látogatói létszámot generál. Nekünk üzemeltetőként természetesen feladatunk, hogy az év minden napján rendezett viszonyok között fogadhassuk a hozzánk betérőket. Nincs ez másként így sem. Ennek ellenére, hogy ugye egyre többen jönnek, bizonyos intézkedéseket meg kellett hozzunk. Temetőrt is alkalmazunk. Bonyhádon az evangélikus köztemetőben, illetve a katolikus temetőben a hozzánk betérők találkozhatnak egy egyenruhát viselő személlyel. Ha bármifajta kérdésük van hozzá, bizalommal fordulhatnak, vagy bejelentéssel élnek. Nem titkolt szándékunk, hogy elejét vegyük az illetéktelen eltulajdonításoknak. A temetőkertek nyitvatartási ideje megváltozik a következő napokban. Hosszított nyitvatartásról beszélünk, este 20 óráig lesznek nyitva a kapuk. A mozgássérültek fogadását is lehetővé tesszük oly módon, hogy a nagyobb kapukat is kinyitjuk, hogy ne legyen akadálya gépkocsival megközelíteni a temetőt. Nem lesz forgalmi rendváltozás a temetők környékén, mondja Farkas Attila. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy kellő mennyiségű parkoló áll a látogatók fogadására, így nincs szükség arra, hogy megváltoztassuk a megszokott rendet. Koronavírus járványal összefüggésben azt az intézkedést hoztuk, hogy kérelemmel, figyelemfelhívással fordulunk a lakossághoz, hogy ha lehet, akkor a maszkot használják, viseljék. Mi a magunk részéről a bejáratoknál figyelemfelhívó táblákat helyeztünk el, melyben kérjük a biztonságos távolság betartását. A temető környékén nem lesz virágárusítás, tehát senki ne számoljon ezzel a lehetőséggel, mondja a Bonikom vezetője. A környéken lévő üzletek ilyenkor hosszított nyitvatartással vannak, ennek megfelelően bárki beszerezheti a megemlékezés virágait.